Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök Dombóvári magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk. Alakuló ülés. Letették esküjüket a megválasztott dombóvári képviselők. Szent Lukács nap. Az egészségügyi dolgozókat díjazták. Őszi fesztivál. Új Dombóváron zenés táncos felvonulással ünnepeltek. Könyvbemutató. Grecsó Krisztián Lányos apák című kötetét ismerhették meg. Megtartotta alakuló ülését a Dombóvári képviselőtestület. Letette esküjét Pintér Szilárd polgármester, a 11 önkormányzati képviselő, valamint a horvát, a német és a roma nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselői. Futó Péter, a Dombóvári 4-es számú választókerület önkormányzati képviselője tájékoztatott az elkövetkező 5 éves ciklusban tervezett beruházásokról és fejlesztésekről. Elmondása szerint a céljaik között szerepel a közszolgáltatások javítása, valamint új közösségi projektek megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a város fejlődéséhez. Én képviselői körzetem Dombóváron a legnagyobb területen helyezkedik el, ugye Kertvárosból, Tüskepusztából, Dunarasból, Szilfás pusztából és Mászlón pusztából el. Képviselői célunk az, vagy a célunk az, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápoljunk a város lakosságával. Dombóváron nagyon elhanyagolt állapotú a közút, illetve járdahálózat. Mindenféleképpen szeretnénk az elkövetkezendő 5 évben ezeknek a fejlesztését elindítani. Várhatóan Kertváros útépítési projektje jövő évben elindulhat, erre megvan a forrásunk, jelenleg a közbeszerzés tart. Gunaras csatorna hálózatának a fejlesztése is egy projektként van előttünk. Szeretnénk Gunarasba, Tüskepusztán játszótereket építeni, és továbbra is a jó kapcsolatot ápolni a területen dolgozó vállalkozókkal, nekik a segítséget megadni munkájukhoz, mivel hogy nélkülük Dombóvár nem tud fejlődni. Felépítettünk egyfajta kapcsolatrendszert a környezetünkben tevékenykedőkkel, vállalkozásokkal, illetve a lakossággal. Szeretnénk ezt tovább ápolni, mindenféleképpen számítunk az ő visszacsatolásaikra, az ő segítségeikre. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a városban dolgozó civil szervezetekkel, és rájuk is a továbbiakban is számítunk. Pintér Szilárd polgármester esküdtett, majd a rendezvény során megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Kiemelte, hogy optimista a jövőt illetően, és biztos abban, hogy a következő időszakban számos fontos fejlesztést sikerül megvalósítaniuk. Hangsúlyozta, hogy elkötelezett a fejlődés iránt, és aktívan dolgozik a dombóváriak érdekében. Rendhagyó volt ez a mai alakülés, hiszen kezdeményeztem, hogy a megválasztott horvát, német és roma képviselőkkel együtt kövessük ezt el. Szerintem ez a pillanat felemelkedő volt mindenki részére, hiszen ugyan június 9-én voltak már a választások, és én magammal is tapasztaltam, és semmi változás nem történik, amikor a polgármai esküvet letettem másodízben Dombóváron, még csak egy picit meghatottam, és ugye az érzelmek kezdtek rajtam úrrá lenni. Ugyanezt érzékeltem többi képviselőtársaim is. Én nagyon remélem, hogy ez a munka tovább fog haladni, ahogy 2019-ben elkezdtük, hiszen 2019-hez hasonlóan minden 8 körzetet megnyertük 2024-ben is. Nyilván ez nem szabad gátat annak, hogy ez a konstruktív együttműködés mentén sikeresen fejlődjön tovább Dombóvár. Sajnos nagyon nehéz időszakot tudhatunk magunk mögött, hiszen mindenki által ismertek a pandémiás évek, az az energiaárobbanás, amely sújtott minden magyar háztartást és így az önkormányzatokat is. De úgy látom, hogy 2024 második felére rendeződnek a dolgaink, és hiszem benne, hogy a 24-29-es ciklus egy sokkal sikeresebb lesz. Sajnos, ha őszinte vagyok, azt kell mondanom, hogy nagyon sok restanciánk van, hiszen nagyon szeretünk volna egy új üszodát a térségbe, nagyon szeretünk volna egy új mentőállomást. Én hiszem és remélem, hogy ezek az álmaink most már hamarosan meg fognak valósulni, hiszen az ország gazdasági mutatói abban az irányban mennek, hogy 25-26 lehet az a reális cél, amikor ez el fog készülni. Látom már, hogy végre az első topos pályázati döntések is megérkeztek. Napokba került kiírásra az első beszerzési eljárásunk, és 11 km útszakasz felújítása meg fog történni Dombóváron.
Mindahogy tettük eddig, ezután is fogjuk tenni, hogy számunkra mindenki nagyon fontos, a fiatalok, az idősek egyaránt. Tovább fogjuk folytatni a köznevelési, közoktatási intézményeknek a fejlesztését, az idős ellátást próbáljuk és meg is teszünk értem mindent, hogy folyamatosan fejlődjön. Rengeteg dolog van még előttünk, de azt gondolom, hogy az az együttműködés, amely az elmúlt 5 évben kialakult, kell, hogy erőt adjon ahhoz, hogy sikeresek legyünk ebben a ciklusban. A polgármester arról is beszélt, hogy a politikai változások új lehetőségeket teremtenek, amelyek segítik a város fejlődését, és remélhetőleg pozitív hatással lesznek a helyiek mindennapi életére. A vezetőség együttműködése a helyi szervezetekkel kulcs szerepet játszik abban, hogy a terveik megvalósuljanak. A dombóvári kórház kápolnájában ünnepélyes keretek között tartották meg a Szent Lukács napi megemlékezést. Az esemény célja, hogy méltóképpen elismerje az egészségügyi dolgozók fáradhatatlan munkáját és elkötelezettségét. A jelenlévők között számos kolléga és helyi vezető is részt vett, akik együtt ünnepelték a szakma fontosságát. Kis Zoltán, a dombóvári Szent Lukács kórház főigazgatója számolt be a Szent Lukács életéről és munkásságáról. Az evangélista jelentős szerepet játszott az egészségügy történetében, amelyre a kórház hagyományosan emlékezik. Ugye a dombóvári kórház nem véletlenül vette fel Szent Lukács nevét annak idején, ugye Lukács mint evangélista orvos volt a bibliai hagyományok szerint, és azt gondolom, hogy egy kórházban, nyilván azon túl, hogy valaki orvos vagy nem orvos, nagyon fontos a gyógyítás, a gyógyító tevékenység. Ugye a Biblia szerint ő jó orvos volt, amiben nyilván nem annak idején nem a minőséget értették, hanem azt, hogy az emberekkel hogyan bánt és milyen lelkülete volt, és azt gondolom, hogy ma is ez a legfontosabb. Nagyon sok mindenre képes a mai orvostudomány, az ápolás szakma, de önmagában az kevés kell, hogy olyan munkatársaink legyenek, akik jó emberek, és ha jó emberek, akkor garantált az, hogy meg fognak tenni mindent a betegeinkért, amikre nekik szükségük van. A főigazgató kiemelte, hogy minden évben elismerésekkel jutalmazzák az egészségügyi dolgozókat, ezzel is méltatva elkötelezettségüket és fáradhatatlan munkájukat. A kórház kitünteti azokat a munkatársait, akik úgy érezzük, hogy ezzel tudjuk kifejezni a megbecsültségünket, a mindennapok nehézségei. Ugye itt kollektívát tüntettünk ki, olyan orvos és olyan szakdolgozó kollégákat, akik régebb óta itt dolgoznak a kórházban, és érezzük azt, hogy ők valamivel kicsit talán többet tettek, mint a többiek, mi pedig ezzel tudjuk ezt elismerni, és egyúttal utalni és üzenni a többieknek, hogy próbáljuk meg, lehet ezt másként is. És azt is, hogy természetesen ez a norma, amit elvárunk mindenkitől, hogy úgy álljon a betegekhez, és úgy viselkedjen velük, ahogy ők. A dombóvári kórházban a hagyományok ápolása és a dolgozók elismerése folyamatosan jelen van. A főigazgató szavai jól tükrözik a kórház elkötelezettségét az egészségügyi szolgáltatások iránt, és megerősítik, hogy a szakemberek munkája elengedhetetlen a közösség jólétéhez. Reméli, hogy a jövőben is folytatódik ez a hagyomány, és továbbra is megőrzik Szent Lukács szellemiségét. Idén is megrendezték a már évtizedes hagyománnyal rendelkező őszi fesztivált Újdombóváron. Az esemény tele volt izgalmas programokkal, helyi termelők vására, kulturális előadások, valamint koncertek színesítették a rendezvényt. A felvonulás az újdombóvári templomtól indult egészen a rendezvény helyszínéig. A meneten tánccsoportok, zenekarok, illetve a helyi intézmények és szervezetek vettek részt. Az újdombóvári őszi fesztivál 14 órakor vette a kezdetét a hagyományos megnyitóval. Itt Gyarmatinél Kiséva mondta a megnyitő szöveget, illetve Inguláné Futorsolya, a József Attila Általános Iskola igazgatónője, és hát a Somogy Tánc Együttes egy fergeteges megnyitó műsort adott. Gyakorlatilag a város összes iskolája részt vett a felvonuláson, illetve hát még akik szoktak jönni, a Kertbarátok, Pápai Laci, a Sorta Babettások zárták, a Dombóvári Zenész Egyesület nélkül elképzelhetetlen az újdombóvári őszi fesztivál, hiszen ők már reggel egy ébresztőkört is mentek a városba, és nyilván kihagytam valakiket, mert nagyon nagy volt a sor. Ilyenkor, ahogy elindul a felvonulás, eljövünk ideig a rendezvény,
rendezvényt érik, ami most a harmadik, negyedik éve már a Saguli Károly tér, itt a 6. utca környékén. Ahogy ide értünk, a Gólyalábasok tartottak egy látványos bemutatót, és utána, hogy halljuk is, indultak a színpadi programok. A nagy színpadon most éppen Meggyes Csaba énekel örökzöld slágereket, őt követi majd a Somogy Tánc Együttes, Pápai Laci és tanítványai. Aztán a másik oldalon a játszótéren direkt a gyerekeknek szerveztünk műsorokat, hamarosan kezdődik a Tücsök és a Hangya, de lesz utána a Falapi Táncház, lesz még egy nagyon látványos részfúvós show is, és hát készülünk az este sztár vendégére, a Deltő Együttesre, aki 18.30-tól kezdi majd itt a koncertet, és a programot utána egy látványos LED show zárja, és hát természetesen a fesztivál hangulatról azt gondolom, hogy ha körbenézünk, az árusok, a kézműves termékek, a különböző étel- és italárusok gondoskodnak, és hát reméljük, hogy aki kijön, mind jól fogja érezni magát itt a helyszínen. Dombóvár város önkormányzata minden évben megszervezi az őszi fesztivált. Ennek a rendezvénynek új dombóvári városrészt ad helyet. Ez nekem egy nagyon nagy öröm, mert ugye ebbe a körzetbe vagyok képviselő, és hát ugye gyermekkorom óta is itt élek, születésem óta élek itt ebben a városrészben. Az előző évekhez hasonlóan a szervezők igyekeznek minél jobb, minél újabb műsorokat megszervezni, és egy fergeteges hangulatot létrehozni ezekkel a gondolatokkal. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan kilátogattak ma is, ennek kedvez ez a szép őszi idő, hisz ugye ezt a rendezvényt már két héttel előbb szerettük volna megrendezni, akkor az időjárás sajnos nem kedvezett, ezért módosítottunk az időponton. Az utóbbi években mindig itt van megrendezve, az előző években az iskolánál szokott volt, a 3. utcánál, de én úgy gondolom, hogy ez a tér, mióta én képviselő vagyok, nekem ez egy kérésem volt és ötletem, illetve a lakosság is kérte, azóta elhoztuk ide a rendezvényt, hiszen sok évvel ezelőtt, amikor én még gyermek voltam, akkor mindig itt volt Újdombóváron, augusztus 20-án a búcsú, és az is egy olyan rendezvény volt, ami minden évben volt. És ennek a hangulatát próbáljuk most ide visszaidézni, tehát az utóbbi években mindig itt történt ennek a programnak a lebonyolítása. Újdonság, hogy az idén először a Dombóvári Értéktárbizottság kitelepült az őszi fesztiválra. Balipap Zsuzsától, az értéktár egyik tagjától megtudtuk, hogy az érdeklődők megismerkedhettek a helyi értékekkel, megkapták azt a listát, amelyen felsorolták a dombóvári helyi értékeket, a város megyei értékeit, valamint a Nemzeti Értéktár tagját, a Rákóczi Túrost. Annak receptjét és a szintén Rákóczi Jánoshoz köthető Rákóczi rostélyos receptjét is hazavihették. Gábor Sándor mestercukrász az értéktár felkérésére úgynevezett Rákóczi túros fantáziát készített, amit meg is kóstolhattak a fesztivál résztvevői. Itt a helyi értéktárbizottságnak a standján vagyunk, és a Rákóczi túros lepének egy ilyen street foodos változatát készítettünk, egy fantáziát, hogy mégis aki úgy gondolja, akkor meg tudja kóstolni. Valahogy ezt az ízvilágot próbáltuk átadni, mint az eredeti lepénél. Valószínű nem sikerült, de azért valami van belőle. Grecso Krisztián Lányos apa című könyvének bemutatóját tartották meg a Művelődési Házban. A rendezvényen a szerző mesélt inspirációjáról, a könyv központi témáiról és arról, milyen kihívásokkal néz szembe egy lányos apuka a mindennapokban. Amikor az ember átéli azt a dolgot, hogy már nem ő az utolsó szem a láncban, már nem ő figyeg a lánc végén, hanem már ő is csak tart. És ennek a tartásnak a szépségei és nehézségei szabdalják ezt a könyvet. Grecso Krisztián egy népszerű magyar író, költő és dramaturg, akinek művei gyakran foglalkoznak a család, a kapcsolatok és a mindennapi élet kérdéseivel. 2007-ben debütált regényével, azóta számos díjat nyert és jelentős szereplője kortárs magyar irodalomnak. A Lányos apa című könyvében a lánygyermekes apák életét és kihívásait tárja fel. A mű humorral és érzékenységgel közelíti meg a gyereknevelést, a családi dinamikát és a férfiak érzéseit a szülői szerepben. A könyvtár meghívására vagyok itt, de hál' Istennek olyan sokan jelentkeztek meg, olyan sokan vannak, hogy átjöttünk a Művelődési Ház termébe. Itt mesélek erről a kötetről, ami három ciklusra tagolódik, de lényegében a szülővé válás metamorfózisáról szól. Arról a csodáról és nehézségről, arról a
arról az átalakulásról, ami a szülőben megy végben. Tehát itt most ez nem gyerekirodalmi szempontból közelít, hanem bizony annak a szempontjából, aki azt a csodát éli meg, hogy most már nem ő az utolsó szem a láncban, hanem már ő is csak tart. Úgyhogy ezen fogunk gondolkodni közösen, meg mesélek, meg olvasok, úgyhogy ezért gondoltuk a Lányos és Fiús Apák címet, hogy ne rémüljenek meg az apukák, anyukák, bárki jöhet. Lassan 30 éve a pályán vagyok, és hát nagyon sokféle korszakom volt, és nagyon sokféle motivációról tudnék mesélni. Az biztos, hogy ezt a közel 30 évet most novemberben egy nagy regénnyel, egy 600 oldalas nagy regénnyel, az Apám üzen című regénnyel, hát ha nem is ünneplem, de jelölöm ki, meg járom körbe, meg gondolom végig, mindazt, ahonnan jöttem, faluról, az Alföldről, egy kis paraszt családból, és nyilván ennek a családnak a történetei is benne vannak ebben a egyébként nem csak család, hanem identitás regényben. Úgyhogy ez a könyv is próbálja azt végig gondolni, mit keres egy paraszt fiú az irodalomban. Ez a középső ciklusa a könyvnek, még két ciklusa van ezen kívül. Az első a múlttal, a hagyománnyal, a tradíciókkal, az ősökkel foglalkozik, és mintha egy ember életet rajzolna meg, a második a szülővé válás katarzisa, és a harmadik pedig a nevelődési helyzetek, mesterek, példaképek erejét, lehetőségeit járja körül. Úgyhogy ebben a mini ember életben kis történeteken keresztül próbálok nagy helyzeteket tükrözni, vagyis ne eszékre, ne tudományos szövegre gondoljanak, tehát itt természetesen szép irodalomról van szó, de ezekben a kis apró novellákban talán tükörhelyzeteket találhatnak szülők, édesanyák, édesapák, olyan tükörhelyzeteket, amiben jól esik belenézni, vagy jól esik egy kicsit elgondolkodni, mert a könyv bátran és őszintén mer esendő lenni, és mer kérdéseket föltenni. Ez különösen fontos egy olyan helyzetben, mint a nevelés, nevelődés, a szülői helyzet, ami egy lóversennyé lett manapság. Egyébként is nagyon érzékeny helyzet volt, hiszen a gyerekek teljesítménye összemérhető nagyon sok mindenben, tehát egy szülőnek nehéz volt eddig is. Most hála Istennek már a úgynevezett közösségi médiának köszönhetően a nyaralások helyszíneitől a minden pillanat összemérhető, örökké mindenen lehet stresszelni, és mindenki azt kommunikálja magáról, hogy ő tökéletes, tehát egy ilyen tökéletesség kommunikáció zajlik. A Lányos apa című kötetben ezt széttöröm, ezt megkerülöm, és azt gondolom, és hát merem állítani, hogy azért, mert valaki hibázott, azért, mert valaki nem érti, vagy nem jól csinálja, attól még szülő is, még lehet jó szülő is, és nyugodtan lehet kérdéseket föltenni, ugyanis a tökéletesség mítosznak, mert ez nem valóság, tehát ez egy ilyen kirakat világ, ennek a tökéletesség fikciónak az a következménye, hogy az emberek kérdéseket sem mernek föltenni, mert aki kérdez, az nem csinálja tökéletesen, tehát akkor nem tudja, ugye? Tehát, hogy csak figyelje meg, hogy mondjuk egy gyermek hisztériázik a boltban, a pénztárnál. Édesanya, édesapa, aki éppen rossz napot húzott és ott van, próbálja a gyereket valamilyen módon fegyelmezni, megnyugtatni, próbálja a helyzetet kezelni. Hogyan reagál a környezet? Pokoli, hogy hogyan reagál. És ezentúl még nagyon sok mindenen elgondolkodik a lányosapa, úgyhogy remélem, hogy azok, akik még nem szülők, de készülnek rá, azok, akik megszenvedik, és természetesen hatalmas élménnyel megélik a szülőséget, meg a nagyszülők is, akik itt lesznek Dombováron ma este, azok örömmel fogadják ezt. A kötet nem csak szórakoztató, hanem elgondolkodtató olvasmány is, amely sok szülőnek és nagyszülőnek egyaránt releváns tapasztalatokat nyújt. A gyermekvállalás nem két ember ügye. A gyermek az egész család pozícióit átrendezi, mindenki új helyzetben találja magát. Az én öcsém 30 akárhány éves volt, amikor megszületett a lányunk, és képes volt azt mondani testvéri féltékenységből,
hogy már nem én vagyok a legkisebb Grecsó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök Dombóvári magazinunkat látták, viszontlátásra!